Javában folynak a munkálatok a Kossuth utcában. Ennek azonban ára van. A 8,5 milliárdos uniós beruházás keretében megvalósuló szennyvíz projekt munkálatai miatt jelentősen megritkul a növényzet a pátkai házak előtt. Ezeket a fákat 50-60 éve az utcában lakók ültették és gondozzák a mai napig. A legtöbbüknek ezek a növények jelentik a gyümölcsöst. Idősek vagyunk és vágyunk egy kis gyümölcsre, kicsi a nyugdíjunk, és bizony szükségünk volna egy kis pótlásra. Azért dolgozunk még idős, 80 éves korba is, fáradozunk kertbe, szöllőbe, utcán, ahol éppen egy pici lehetőségünk van, és szeretnénk, hogyha megtarthatnánk ezeket a fákat. Bárány Teréziának édesanyja lakik a Kossuth utcában. Azt mondja, véletlenül tudták meg, hogy a ház előtt legalább 4 fát fognak kivágni. Az édesanyám azt kérdezte meg, hogy a diófának az ágai útba vannak-e akkor, amikor itt majd az árkot ássák. És erre fölmondták, hogy nem az ágak vannak útban, hanem a fákat fogják kivágni, az összeset, amit egy sorban van. Terézia azt mondja, amikor a település polgármesterét kérdezte, megtudta, hogy legalább 50-60 fát vágnak majd ki az utcában, de ez a munkálatok során alakul majd. A polgármester szerint bár már túl vannak a csatornázási munkálatok egy részén, a neheze még csak most következik. A kiviteli tervekre adta az Unió a pályázati pénzt, és mivel a terveket már elfogadták, megvalósításuk elkezdődött, nem lehet rajtuk változtatni. Ráadásul a szakemberek azt mondják, ez a nyomvonal is, ezek a méretű gépek jelentik a lehető legoptimálisabb megoldást. Ezeket a területeket jóval előtte, tehát ez a maga a tervezés 2004-ben zajlott, ekkor már felmérték, hogy hol lehet ez elvinni a csatornának a vezetékeit, és nagy valószínűséggel úgy számolt a tervező akkor, hogy nem lehet máshol elvinni, illetve az Európai Uniós pályázat miatt ezek a szakaszok előre fixálva voltak, hogy hol lehet és hol sikerül úgy elvinni, hogy az nem csak műszakilag megfelelő, de a pályázat szempontjából is megfelelő. A kivitelező közgép ZRT nem nyilatkozott a témában, azt azonban elárulták, hogy készek minden segítséget megadni, és együttműködni a pátkai önkormányzattal, hogy minél inkább megkíméljék a település növényzetét, és amelyik fát lehet, földlabdával együtt távolítanak el. A munkálatokat 2012-re fejezik be, a lakosok pedig azt remélik, addigra is marad fa a Kossuth utcában.